Na sziasztok! Legyen akkor egy szeptemberi körkép, ha már ilyen jó idő lett, kisütött a nap. Kezdjük itt az elején. Egy kicsit szeles lesz a videó, hát ez ilyen. Szóval az óriásom érésnek indult, bár hát le lehet szedni, meg már potyok is. Megkóstoljuk mindjárt. Savanyú, nem jó. Látjátok, pedig ez már lepotyogott. És nem jó. Savanyú, nagyon savanyú. Szóval a környékére nem jön a vad fajtának. Nézzük ezt a fajtát, valószínűleg más fajta. Ez is potyog le, hát ez kemény is. Ez nem lesz jó. Hiába ilyen nagy. Ez nagyon rossz. Szóval olyan az íze, mint hogyha citromot ennél, meg kökényt együtt. Nagyon rossz. Úgy látszik, ez már csak ilyen dísz lesz. Jövő tavasszal megpróbálok ráoltani. Ez nagyon nem jó, ez az oltott fajta, ez nagyon nem jó. Na jó, menjünk tovább. Sajnos alma az idén nem sok lesz, de van egy almás dolog, ami épp készítőbe vagy. Jók, csinálok egy másik videót is itt mellette. Na mindegy. Nézzétek csak, amit az idén nőtt, az indián banán, látszik a levél tövegbe, a rügyek, az mind jövőre virág lesz. Szóval nagyon szépen nőtt ez a két kis az idén, örülök nekik tényleg. Alma az nincs. Ezt majd úgyis meglátjátok a másik videóban, hogy itt mi történik. Hát sajnos almával így jártam az idén. Szőlőcske, hát nézzük, milyen íze van. Hát ez jó. Ennek ezerszer jobb íze van, mint annak a somnak. Oké. Erre figyelni kell, hogy majd szépen legyen. Na nézzük, ezt is megmutatom nektek. Milyen szép lett ez a bokor. A kevert földembe. Még a másik is, ami már tavasszal majdnem ki volt pusztulva, ott mellette az is rendbe jött. Ezek ki lesznek ültetve innen, kapnak egy állandó helyet, hogy ne legyenek bokorba rakva. Akkor itt tovább. Ez is rendbe jött, a kisfa. Így télvég, vagy nyár végére rendbe jött. Ez is rendbe jött. Ez még szép is lett ráadásul. Ez az alma, ezen inkább van termés, ez nagyon jó fajta, annyira jó fajta, nézzétek meg. De ezt mutatom minden évben, nagyon szép nagy almák vannak rajta. Gyönyörű termés van tényleg rajta, gyönyörű. Szóval, hogyha a többi almafán nem is nagyon van, ezen mindig akad valami. Majd összeszedem az almát. Gyönyörű termése van tényleg ennek a fajtának. Az idén úgy látom ezen is van. Hát ez viszont nem túl jó alma. Hát de most van rajta. Nem tudom milyen a termése majd ősszel. Most ha lenne jött a hátam, akkor el lesz itt takarítva a fák aljába. Sok ágacskákat össze fogom darálni. Na, itt van a sötét szőlő. Hát ezt is lehet már eszegetni, szóval már szőlőíze van. Ehető. Ó, de jó. Na, menjünk tovább. A gyümölcsösben most per pillanat nem sok minden van látnival itt szeptemberben. Már csak azért sem, mert nem sok gyümölcsünk volt az idén.
az érdekességek inkább itt vannak. Vaj, nézzétek, de gyönyörű lett ez a virág. Gyönyörű a fű. A pampafű gyönyörű lett. Ez a banán, ez viszont visz minden prímet. Ez itt az oka. Ezt novemberben fogjuk leszüretelni, hogyha megjöttek az első hidegek. Szóval, hát nem tudom, hogyha lefagy, akkor leszedjük. Nem tudom, hogy megvárom az első fagyot, de ez akkor kezd el növeszteni a gumóját, mikor bejöttek a hidegek. A finomság. Hát, itt-ott van még rajta egy-két szem, azt már a madarak eszik. Nekem meg majd ki kell ásni itt egy-két tövet. Látjátok, már lent vannak a végei szaporításnak. Szóval ez lesz a jövőre a szaporulat. De viszont abból a szaporulatból, amit én itt hagytam tavasszal, mert tudom, hogy hagytam a földbe, abból ki kell ásnom, mert viszek a tünesnek is belőle, meg a Kevinnek is. Ha nem innen, akkor máshonnan, de ki kell ásnom. Na, hát errefele nagyon nem is voltam már. Mi a franc ez itt? Kitört a karó. Még mindig jobb, ha a karó törik ki, mint a fácska, mi? Na, hát itt még mindig nem döntöttem, hogy melyik szárát hagyjam meg. De valószínűleg ezt a kettest fogom meghagyni. És akkor ezt jövőre kiszedem, jó lesz valami. Nyílnek. Na. Mi ez a? Letört valahonnan egy ág. Úgy látszik. Ja. Valahonnan az utolsó viharral letört. Nézzük, mik vannak még itt hátul. Szedem a körtét, rájöttem, hogy ehetem. Tehát szedegetem. Nézzétek, tavasszal vetettem ide futó növényeket, hogy befussa a kerítést. Hát befutott, de virágzás az nem sok volt, szóval kevés virág volt rajta. Itt hátul is. Ez van. Egy kis virágzás. Hozott, vagyis virágzást alig, de inkább befutotta. Hát ez ilyen, az idén nem tudom, mi lesz a körtével. Itt ez a vadon nőtt sorgy a körtéből. Ez nagyon gondolkozok még, hogy ez így inkább vadkörte lett most már, hogy mi legyen belőle. Majd kiderül. Na, hát mint mondottam, itt sok minden nincs. A fő táplálék itt hátul a gyümölcsösbe. Ez viszont szép lett. Milyen szépen. Most már nem vödör. Tavaly még vödörbe volt itt. Most már így van a földbe, és nagyon szépen elszaporodott. Birsalma az idén nem lesz. Az első fán van, de a többi nincs. A somocska. Tegnap megint leszettem egy jó adagot. Hát most már sajnos ez a fajta fogyóba van. Pedig ez a legfinomabb. Nagyon szeretem ezt a somot. És ti is szeretnétek, ha tudnátok, milyen íze van. De van, aki tudja. Na, akinek meg nem tudja, majd vesz magának sombokrot. És akkor megtudja, vagy kimegy az erdőbe szedni somot. Na, jó van, menjünk tovább. Ez a som, ez az első som, amiről először szedtem, ez teljesen üres. A madarak lepusztították a maradékot, amit rajta hagytam. A gyönyörkertem. Jaj, de jó lett, annyira szép lett. Kicsivel több sárga kellene bele, citromsárga szerintem. Meg fehér oda a közepébe. Na mindegy. Menjünk majd. Hát nem is tudom. Előtte menjünk, nézzük ezt meg. Lassan ezeket, hát nem sokára beviszem őket az üvegházba. Szerintem ennek most már éjszakánként fázós az idője. Nézzed csak, Csili. Csili király Misi. Nézzed, milyen szép. Még van rajta, de már virágzik újra.
Nagyon-nagyon tetszik nekem ez a kis fa, és most már elkezdte azt az irányt felvenni, amit én szeretnék. Itt jönnek az új hajtásai, gyönyörű lesz. Ezt is be fogom vinni. Itt van még egy. Ezt be kell vinni. Jaj, de jó az a virág. Ez a csoda tölcsér, hát ez egy gyönyör. Viszont most eldűltek valahogy, nem tetszett nekik valami. Az utolsó viharnál megdőlt az összes. Na. A lejáró, milyen szép lett ez is már, nem? Szépen benőtt itt minden. Hát, nagyon tetszik nekem. Egy tipp tőlem, hogyha van nektek is, hogyha sarkantyúkátok, kezdjétek el szedni, hát, hogy a virágját, levelét közösen, és szárítsátok meg, mert a sarkantyúka az egy természetes antibiotika, és mikor az ember meg van fázva télen, akkor nem teját kell belőle főzni, hanem mit tudom én, reggelinél ráteszed egy kicsit a izére, a vajas kenyére, vagy zsíros kenyére, rászolsz belőle egy kicsit, és úgy eszed. Egyik az, hogy nagyon jó íze van, még szárítva is, másik az pedig, hogy természetes antibiotika, de lehet, hogy tejának is jó, azt nem tudom. Azt tényleg nem tudom, de szerintem, mint természetes antibiotika, tejának nem szabad, hogy felforrad, vagy ízét kapjon, túl meleget. Na, hogy látom, ennek meg már lesznek magjai. Na, majd szedünk a magjából össze. Oj, de szép nagy magod van. Hát lejtettem, nem baj, hagyd nőjön. Ez is nagyon szépen befutotta itt. Mondottam, jövőre itt fogom ezt az oldalt lefuttatni. Na, menjünk be. Ebből a virágból is szedem most már a magokat. Hát eddig úgy szedtem a magokat, hogy elviszem innen és eldobom máshová, hogy nőjön. Na, nézzük ide bent. Hát tegnap az élőben valaki írta, hogy nem is az élőben, a videóhoz írta, hogy jobban jártam volna, hogyha uborkát futtadok a Krisna völgyi, mit tudom én, hogy hívják ezt a karella helyet. Igazad van, tényleg jobban jártam volna, és jövőre nem is lesz karella ide bent. Az már biztos. Ami lesz, jakon. A jakon az szép, az idén is biztos, hogy rengeteg sok gyökérzete lesz. A zsázsa, vagy mit mondtatok, hogy mi a kresze, nézzétek, milyen szépen kinőtt. Gyönyörű szép, a jakon egyfajtában virágzik. Ez a fehér fajta dinnye, ez nagyon finom, szóval ez annyira édes, hogy aki cukorbeteg, az biztos, hogy sokkot kap tőle. Na, nézed, a kapott növények, még mindig nem ültettem ki a két fát, pedig kéne, hogy három fát, mert őt is ki kéne ültetni, de szerintem az idén még benn marad itt az üvegházban. Na, menjünk csak tovább, nézzük. Van ám dzsungel rendesen, nem azt mondom. Mindjárt mutatom. Szóval a termés az tényleg nem sok volt rajta. Szóval eddig egyetlen egy olyan termés volt, amit jókor szedtem le, és megtudtam, szóval az asszony meg tudta kóstolni tényleg, hogy milyen a magja belülről. Nézzétek, itt is van egy, de értelme nem sok van, azt kell mondanom. Na nézd meg, ott a piros mag, benne az lenne az ehető. Nem tudom miért nálam, nem olyan szaftos és nem olyan vastag húsú, mint a Krisna völgybe, úgyhogy nem is igazán jó enni. Viszont itt hagyom a magját, hogy száradjon, hát ha kell. Megy a komposztra, van ide bent egy picike kis komposztom. A többi növény, ami van, ez se lesz. Ide bent nem lesz, odakint lehet, hogy lesz, ezt rajta hagyom, hogy legyen magom. Ez a paprika viszont jó az idén. Odakint is gyönyörűek a paprikák. Szerintem le fogom szedegetni lassan innen ezt az egész befutott nyavaját. Ez a nem is tudom milyen gyökérzet. Itten gyönyörű szépen befutott mindent. Ennek mikor az ásanoában voltunk, láttuk, hogy kell megoldani a helyét, úgyhogy ezt meg fogom csinálni. Bár
van közben már más ötletem is, hogy csinálom meg. Nézzétek, a egyszer meg lett trágyázva guanóval, és abból a picike kis chiliből, amit kaptam a hogy hívják, Balamókától, a főkertész úrtól, az ekkorát nőtt egyszeri trágyázás, és ugyanez történt ahol a picike kis chilivel is, hogy egyszer megtrágyázt, és nézzétek meg, lent tele van, viszont akkora növése lett, és itt a lényege, ezért ezt megvárom, hogy szerintem ez most már így jó sárga lesz az ere, vagy azért az utolsó része, szerintem piros ez már nem lesz, sárga lesz, ezt így majd leszedem, és akkor megszárítom. Ezt a legelső sárga termést, ezt megkapott te is. Én szerintem többet is kaphatsz belőle, de az biztos, hogy az első a tiéd lesz. Vagy az elsőt megfogom én magnak, a többit meg megkapod. Na, a paradicsom az van, szerintem kihúzzuk vele jó ideig. Paradicsommal. Az latava, az nagyon jó, az lesz jövőre is, azt már mondtam. Meg ez lesz. Szóval ez is lesz jövőre. A Ildi, nem tudom. Az Ildinek mostanában ég a gyomra, nem tudom miért, de ez ilyen. Na, szóval idebent így állok. A kályhát kéne csinálni, és a kályha helyét, ha hátfájásom egy kicsit javulna, akkor neki kéne állni, és ezt itt kiásni, meg betonozni. Sódert azt már hoztam, na hát nem sokat, de egy keveset már hoztam, úgyhogy valamikor a következő időben hozzákezdek ennek itt a megmunkálásához. A kis beteges kis növénykék rendbe jöttek, nézzétek meg, a trágya volt a hiányuk, igen, kaptak trágyát és rendbe jöttek, sokkal szebbek lettek. Hát itt van minden keresztül kasul. Növények, dísznövények, virág, minden. Virágocskák a Tibitől. Majd össze kell szedni a magját sok mindennek itten, bár a legtöbbje évelő, de akkor is magot kell szedni szaporításnak. Ezekből kiszedtem itt egy rakással, mert az a helyzet, hogy nem akar beérni. Szóval semmit nem mutat arra, hogy be szeretne érni. Nem jó ez a fajta. A kisebbik fajta jó. Ez micsoda? Ez milyen virág? Ja, az jó van, majd ennek is a magját akkor. Szóval itt meg leszaporodott, sikerült leszaporítani itt a növényzet alatt a epret, ezt nem sokára át lesz ültetve innen. Hát ebből még nem szedtem ki, de majd ebből is fogunk felszedni most már kóstolót. Nézzük, mi van még. Hát kicsit szeles lesz a videó, látom. Itt már csak virágok vannak, amik majd tavasztal mutatják magukat. A gyönyörű szép nádam. Tényleg nagyon, nagyon szépen beindult, nagyon gyönyörűen nő. Szaporodik, remélem. Most már nem kell locsolni. Na, ez viszont itt nagyon megemberelte magát ideként, jobbat tettne, szóval elrontottam, az a helyzet rosszul, rossz helyre volt téve egész nyáron, és kitettem ide, és most gyönyörű lett. Viszont látom, hogy ebből lehet csemegészni. Nézzétek már. Ezt nem lehet. Van egy kis csemege. Szóval ez a pici fajta, ez a jó. Nem az a nagy fajta, amit az előbb mutattam az üvegháznál. A sajnos itt nem akar beérni. Ez az apró fajta viszont nagyon jó. Ez beérik, ez finom. Itt vannak kint ezek a növénykék, amit a múltkor vettem. Hát, hogy az idén lesz a termése? Nem tudom. Kiraktam ide, mert az üvegházba szerintem túl melege volt. Ezt is kitettem, és látszik, hogy mióta itt van, azóta már új leveleket hozott. Jól érzi magát. A pepino, ez is meg erélyesedett rendesen, mióta itt van, azóta
újakat hozott. Nem tudom, mikor kell leszedni. Szóval még nagyon kemény szerintem, de már nagyon szépen kirajzolódik a mintázata. Szerintem még egy kicsit várni kell, hogy beérjen. Majd próbálok valami infót szerezni róla. Rengeteg sok virágja lett. Na, szóval az első sorban semmi nincs. A napraforgó megadta magát, lefeküdt a földre teljesen. De hát ez dísznapraforgó, ennél nem számít. Ennél a sornál itt nincs semmi, csak a... hogy hívják ezt? Na, a virágok vannak, meg a csicsóka. De itt ebben a sorban csak csicsóka lesz. Nagyon más nem is. Itt is nő egy csicsók. Majd lassan össze kell szedni a magokat itt, meg a edényeket össze kell pakolni télire. Ez az utóvetés viszont gyönyörű lett. Nézzétek meg! És itten, itt mellette egy sorba, látjátok? Itten van mellette lila retek elvetve. Itt e között pedig mangold. Szóval a fehér az a mangold, és itt pedig cékla van. Így össze van keverve. Hát, egy baleset történt az Attilánál, összekeverte a magokat, de nem számít. Jó ez így együtt a kettő. Na, akkor innen folytatjuk. Szóval, itt van fekete retek. Gyönyörű, szép, nagyra nőtt, már látjátok. Legalábbis a zöldje az nagyon szép, és akkor itt mellette van még a okra. Hát ennek már nem lesz, szóval egy páran azt mondták, hogy utol fogja érni a másikat. Nem fogja utol érni, mert fázik, hideg van. Nálunk már voltak éjszakák, hogy csak 9 fok volt. Nem tetszik neki, fázik. Szóval ez gagyi, ez nem lesz semmi. Nézzétek meg, a répa az rendbe jött. Volt elég esés, nagyon szépen rendbe jött a répa. Itten van még, hogy hívják ezt? Póréhagyma van benne egy pár darab. Ott csak virág. Óhe, nézzétek meg. Elfelejtettem leszedni a magokat. Pedig most már van magja. Ó, hozok ki ezét. Hozok ki valamit, és akkor leszedem a magját, hogy ezt is tudjam szaporítani. Itt ugyanaz a helyzet, ezt ki kéne vágnom, nehogy leszaporodjon megint a francba, mert kérték, hogy legyen. Üröm, ez kínai üröm, nagyon kérték sokan, ó, nekem nagyon kell. Aha, itt van egy egész, nem tudom, már harmadik évben van itt, és nem kell a fenének se. Kivágom a francba. Ez is nagyon szépen, nézzétek meg, milyen szép vastagok. Hát bár a kacsák közé mennek, szóval letapossák. Ha éppen úgy van kedvük, ezt a szépet is letaposták. Hát ez ilyen, vagy a csiga eszi meg, vagy a kacsa tapossa le. Viszont rengeteg sok paprikám van, és azon gondolkozok, mi a francot lehet kezdeni. Zöld paprikával, ilyen fajta zöld paprikával, nagyon sokkal, mert ha beüt egy hideg, akkor annyi lesz. Úgyhogy szeretnék valami receptet tőletek, mi legyen vele. Na, szép virág, ebből is lesz magfogás megint, sok, nagyon sok. Hát a káposztáknak annyi. Szóval nem tudom mi volt ez, mitől kezdett el a teteje rohadni, nem tudom, fogalmam sincs. Az szétrepett a víztől, igen, de hogy ez mitől lett, nem tudom. A bimbós kell viszont nagyon szépen kezd el nőni most már, szépen bimbósodik. A tetejét kitéptem, szóval ilyenkor már szeptember eleje közepe táján a tetejét ki kell törni, hogy kezdjen el bimbóra fejlődni, ne pedig magasra nőjön, mert különben nő fölfele, ez akár másfél méterre is, hogyha olyan fajta. De hogyha kitöritek a közepét, akkor nem nő tovább, hanem elkezd bimbóra fejlődni, és akkor lesznek lassan ilyen szép kis bimbók rajta. Nagyon szép lett. Látjátok, alig van rajta bármiféle rágás, nyom is, persze az alján egy kicsi, mikor még bent voltak a csigák, de szinte egész nyáron le volt takarva.
és jó lett, nagyon jó lett. Itt egy káposzta, hogy látom. Ez is bimbós kell, de másfajta. Ez teljesen másfajta. Ez viszont sokkal jobban meg lett támadva. Ez nem tetszik nekem, ez a bimbós kell, mert látjátok, az alján kezdenek a bimbók kinyílni. Ez nem jó. Ezt a fajtát nem fogjuk akkor tovább szaporítani. Van még óriás karalábé. Ezt én még megeszem. Na. Hát szóval ezt is fel lehet ám használni. Szóval nem rossz ez a bimbós, nem rossz, csak ez szétnyílik. Nem marad meg olyan szépen, mint a másik fajta. Ezeket a fajtákat, amiket így megnyílnak ilyenkor, meg később is, ezeket inkább egyből felhasználjuk, és azt a fajtát, ami egészben marad, azokat pedig lefagyasszuk. Na, nézzétek meg! Megpróbáltam, hogy legyen napraforgó vetemény belőle jövőre, és mi történt? Szétszincálták! Szóval véletlenül se itt van ez is. Szétszették, azt is szétszették. Szóval nem lehet megvédeni. Nem. Jövőre meg kell venni a vetőmagot, mert szétszették a madarak. Szóval, de ennyi legyen az összes bajom, azt hiszem. Gyönyörű ez a káposzta. Nem is káposzta, hanem bimbós kell. Szerintem nagyon szép. Itt az eleje be lett mulcsozva, így próbának csináltam. Szerintem jó lett, hogyha az idő engedi, szeretnék füvet nyírni, és akkor bemulcsozom az összest. Bár most már itt az ősz, most már egyre sűrűbben, egyre több eső esik. Itt vagyunk hátul a finomságnál. Hát nem tudom, leszedjem. Ebbe valaki belekezdett. Nem tudom. Kemény. Hát most ha itt leszedem most, akkor az olyan, mintha a boltba venné meg az ember, nem? Miért ez puha? Az egyik puha. Ez puha. Kóstoló. Nézzük, milyen íze van az első kivinnek, ami egyáltalán itt termett ezen a földön, területen. Kivi. Finom, de szerintem még éretlen, hagyom még érni egy kicsit. De kivi íze már van. Na, nézzétek, gyönyörű szép szőlőt, hogy de be van indulva. Alig várom már, nekem ez a kedvencem. Én nagyon szeretem azt a szőlőt. Csak majd betolonszni kell ide egy oszlopot, egy újat, ami megtartja. Ja, na, menjünk tovább. Ja, még itt megmutatom, de csak messzebbről. Birsalma. Gyönyörű szép, de azt hiszem ez az összes birsalmám, ami van. Nagyon szép nagyok. De nem sok, és tudjátok, tavaly is volt ezen a fán birsalma, csak aztán jött egy hülye bolond szél, és lerázta az összes, és nem tudott beérni. És talán az idén több szerencsém lesz a birsalmával. A tök meg úgy néz ki, mint hogyha október lenne. Rengeteg sok szép tök van. Örülök neki nagyon. Ez a Muscat Provence. Hegedű tök. A Lacitól kaptam a magját. Akkor van itten 1-2 Hokkaidó. Szerintem le lehet szedni és be lehet vinni a francba. Akkor ez a fajta, ne tévesztjen meg senkit. Szóval ez a fajta tök itt, ez a magyar sütőtök, csak tavaly összeporzódott egy másikkal és a színe megváltozott. Az íze nem, csak a színe. Na. És akkor itt van a muszkátnusz, ez a fajta, nagyon finom, nagyon szeretjük. Ez a kukorica itt, ami esztrában van, ez fehér fajta, és lisztnek való lesz. Na, hát a cukkinik azok itt kihaltak, mivel mondottam, hogy itt voltak már 9 fokok, és a 9 fokos hidegeket nem tűri a cukkini sokáig, szóval ezeknek vége. Itt látok még egy fehéret, ja,
Itt van még egy fejes cukini, ezt le lehet még szedni. Lopótök, nem is lopótök, kolbásztök. Sokkal több lett, mint amennyit megettünk. Nem tudom, hogy jövőre lesz-e. Szóval jó egy érdekesség, meg minden, de szerintem annyira sokat nem eszünk meg, hogy muszáj legyen ennyit tövet csinálni. Szóval jövőre lehet, hogy lesz egy tő valahol, valahová felfuttatva több, nem? Nézzétek meg, nyár végére beindult a ökölszív. Hát szóval ilyesmit azért kicsit hamarabb vártam volna el egy ilyen befőző paradicsomtól. Nem az, hogy szeptemberben nézzen így ki. Kicsit késői. Itten leszedtem a paradicsomokat tegnap befőzés céljából. Ez a lukulusz, nézzétek meg, fel volt kötve, eldőlt, leszakadt. Jövőre nem lesz. Nem tetszik nekem. Ez a fajta itt az én kedvencem. Nagyon finom. Na. Lopótök. Hát, ez is szerintem felesleges a kertbe. Nem nagyon lesz. A Donatello. Ez azért dőlt el, mert nem tudott már hová futni. Sajnos ennek nagyon kicsi karót kapott. Jobb, nagyobb karót kellett volna neki adni. A lopótök befut mindent. Nézzétek csak ezt. Egy óriás nagy paradicsom. Nagyon nagy paradicsom, tényleg óriási. De ez az egy paradicsom, amit ez a tő hozott. Tehát nem jó. Nekem olyan befőző paradicsom kell, ami sokat termel. Legyen egy kisebbek, legyen egy befőző paradicsom csak ekkora. De legyen rajta. Nézzétek csak! Ez ugyanolyan, mint ami a Damó Bélánál történt. Alul ez az óriás paradicsom, fölül meg az ökölszív. Ugyanez történt a Damó Bélánál is, úgyhogy ez nekem valami fura mód van egy ötletem, hogy mi történik ezekkel a paradicsomokkal. Egyelőre megtartom magamnak ezt az észrevételemet. Lehet, hogy hülyeség, ezt megbeszélem a tanár úrral. Szerintem ő meg tudja mondani nekem, hogy az észrevételem igaz vagy nem. No! Bab! Bab gyönyörű, nagyon szép a bab. Szóval igen, rengeteg sok száraz bab lesz az idén. Még mindig virágzik, nagyon gyönyörű, nagyon szép. Nagyon tetszik. Hát ez a fajta paradicsom az, ami tényleg nagyon sokat termett az idén, ez a sárga. De nem esszük, szóval senki nem eszi meg. Már majdnem azt mondanám rá, hogy vad paradicsom, de nem az. Nagyon befutott mindent, de hát senki nem eszi tőlünk meg. Nézzétek, le kell szednem. Itt vannak már száraz babok. Kinyissak egyet. Melyik fajta? A lila vagy a fehér? Nézzétek, azt nézzétek meg. Remélem az idén jó felszaporítottam, mert tavaly majdnem az összes zsiker lesz. Nagyon keveset sikerült megmenteni, amit elvetettem. Haj, de nagyon szép. Hú. Van közte olyan is, ami fehér. Idén ebből nem adok tovább, mert ez tényleg nagyon fel kell szaporítanom, hogy elég legyen, ebből nagyon sokat használunk. Na, menjünk csak innen valahol, valamerre. Hát itt a dzsumbujon, hát mint mondottam, szóval ebből a kolbásztökből rengeteg van, és a fene nem eszik meg ennyit. A bab viszont gyönyörű. Erre tényleg az idén nem lehet rá panasz. Ennyire sok bab azért nagyon ritkán volt itt eddig. Fú, de gyönyörű szép. Csinálok egy fényképet róla. Hát ez valami gyönyör. Az a bab, hát. Na, ez a lófogú kukorica tegnap előtt
szedtem le belőle először főzni, nagyon finom. Ez megmarad jövőre is, már csak azért, mert irgalmatlan nagyra nő. Nagyon nagy csövek vannak, mint itt is látszik. Irgalmatlan nagy csövek vannak, legalább ilyen 25-30 centi hosszú csövek, rengeteg nagy, nagyon nagy szemekkel. Szóval, hogyha nem tudom, főtt kukoricában mennyit szoktatok megenni, de én két cső után kidőltem. Szóval két cső nekem teljesen elég volt abból, a főtt kukoricából. Na, csak még egy fényképet, ez gyönyörű szép ez a bab. Ez a bab. Na, menjünk tovább. Ezt már leszettem, ezt látjátok. Ami van még rajta, ez a madaraknak van, szedjék le maguknak. Aztán, hát itt jön a csoda. Ez a csoda. Na, itt az egyik. Magról kikelt paradicsom, ökörszív, meg vadparadicsom, meg minden, ami tavaly itt volt paradicsom, az mind kikelt magról. És itt van a csodálatos chili bab. Szóval kétszer szedtem eddig, erről a két sorról, kétszer leszedtem két nagy kaskával, és van még rajta, még mindig van rajta, nem is kevés, szóval egy szedés biztos, hogy lesz még, rengeteget terem. És hát azt hiszem, hogy 200 g volt a vető bab, amit elvetettem, 200 g-ból annyi lett, hú, rengeteg, nagyon sok van belőle, már most, és még lehet szedni, szóval nézzétek meg, lesz még rajta. Egy szedés biztos, hogy kibír. Na, ebből a kukoricából még nem szedtem fel, hát szerintem nem fogok belőle főzni, hanem megvárom, hogy legyen belőle vetőmagom, mert ez a inka kukorica, a rainbow, és nagyon sokan kérnek belőle magot, hogyha megfőzök itt belőle nem tudom hány csövet, akkor nagyon nem hiszem, hogy lesz belőle elég tovább adogatni, ezért inkább nem főzünk belőle enni. Na, itt viszont sikerült a megmentése a napraforgónak, bár ott is már elkezdték szétszedni. Próbálják szétverni a hálót, hogy kiszedjék, pedig hagytam nekik jó párat ott, hogy legyen mit enniük, de látjátok, azok, ahol megették, szétvertek mindent. Most kibontották már ezt is. Hát szóval nem lehet. Most képzeljétek el, rajta hagytam volna mindet, úgy, ahogy volt. Egy szál vetőmagom nem lenne. Azon kívül, hogy nem csak nekik termelek. Hát nem tudom, nézzétek csak, ott egy picike kis uborka. Lehet, hogy a végén lesz uborka belőle, de nem sok. Szóval egy-két reggelire való lesz belőle. Hé, ott egy jubói, itt egy uborka. Na, hát mondom. Lehet, hogy lesz belőle valami, de jövőre másképp csinálom. Szóval ezt azt hiszem augusztus elején vetettem ide el direktbe. Kevés volt neki az idő, vagy még június, nem tudom. Szóval jövőre másképp fogom csinálni. Jövőre azt csinálom, amikor kiültetem májusba az első adagot, akkor bent az üvegházba előnevelem egyből a következő adagot, és ültetem utána, és ilyen 2-3 hetes turnusba teljesen július végéig ültetni fogom kifele őket, hogy legyen elég. Mert rengeteg sok uborkát megeszünk, ha van, de nincs. Az idén nem volt. Na, Jancsi hagyma. De ezt tudjátok. Jancsi hagymáról annyit, hogy hú, hát most már nagyon sokan vagytok. Szóval három ember között fogom elosztani az, ami van. Egy kicsit kevesebbet kap mindenki, de legyen három embernek, mint inkább egynek, nem? Felszaporítsátok. Szóval, ha nem szedtek ki belőle tavasszal zöld hagymát, akkor nagyon sok lesz belőle, szóval gyorsan felszaporodik. Ennek is szedni kell majd a magját, ha elkezd levirágozni. Ezt tett meg, szerintem, nézzük csak, aha, van már magja, gyönyörű szép, nem sokára le kell szedni, ott egy poloska, takarodjál.
Szerintem az lesz vele, hogy veszek egy műanyag zsákot, amíg egy kicsit várok vele, mert látom, még vannak zöldek rajta. Még egy kicsit várok, de már keményedik, és egy kicsit vár, egy kicsit még kell rajta várni. Aztán veszek egy zsákot, ráhúzom, letöröm, fejjel lefele, felkötöm valahova száradni. Na, hát itt nem tudom, szóval képzeljétek el, hogy azokból a zöldhagymákból, vagy bulbisokból, amik ott teremtek, abból itt csináltam két sort. Szóval itt egy sort teljesen a végéig, és akkor mellé még egy sort. Szóval ennyire sokat sikerült elültetni. Hát amiket vetettem, azt még nem tudom, de nézzétek, ott jön már, ott jön! Nézzétek csak! Ott jön a Jancsi hagyma, ott egy. Szóval be van indulva rendesen, viszont a izéket nem látom, szóval a sorokat, amit vetettem, növényeket még nem látok semmit. Az utolsó szél volt, nagyon nagy szél, vihar, minden, és kitört az összes jelzésemet, most nem az összest, egyet tört ki, mert egy itt van, egy jelzés itt van, és ott kell kifele. Látjátok, bármi is az, de kell ki. Ott van a picike kis aranyos, ami kikelt. És akkor itt tört ki valahol, itt a következő. Jó van, akkor visszadugom a ideni. Itt van ez a retek. Látszik a levelén, hogy ez a retek. Ott is retek van, nagyon szépen kell kifele. Gyönyörű szép, ott látom a sorját. Jön az endívien saláta is kifele, nagyon jó, és akkor ebbe a sorba van a cukkerhút, cikoré, hát azt még nem látom. Na mindegy, jön kifele, az a lényeg, a őszi vetés. Ezt nem nevezném még tél alá vetésnek, mert ez igazság szerint még az idén le lesz takarítva a legnagyobb része. Na, ezt a madarak már le is pusztították. Úgyhogy kiterítettem ide nekik. Nézzük, mi van még. Na, ezzel mi történt? Hú, de szépen nőtt pedig. Ja, a tavalyi leszáradt. Viszont ott van mellette a szaporításom. Gyönyörű, szép. Ez is nagyon szép. Meg szedem a körtét. Van sok-sok finom körte. Na, hát ennyi volt a kertből. Most az idén, vagy szeptemberben, sok már nincs. Aj, de gyönyörű szép idő van. Azok a gyönyörű szép hegyek. Na, hát más nincs. Más nincs, elfogyott. Ennyi volt a kertből. Ez nem tudom, ezzel mi lesz. Kiszáradt részeit kivágom. Hó, mennyi. De finom lesz, leszerek belőle mindjárt jó nagy kaskával, azt beviszem. Ja, hát a szőlők vannak még, de hát ezen nem terem még az idén semmi. Ez még ilyen izé volt, ilyen. Ez a másodéves, ja. Most két éves. Nem is nagyon piszkáltam. Az idén először visszafagyott, azért nem is volt rajta semmi. De aztán rendbe jött megint. Hát, vannak közte, nagyon szépen megemberelte magát. Hát itt ez. Majd tavasz, amikor metszeni kell, vagy télen metszeni kell, akkor felrakom őket, felkötözöm. De már látom, hogy lesznek köztük olyanok, amik nagyon jól fogják magukat itt érezni nálam. Nagyon erős növésűek. Van, amelyik kevésbé erős, van, amelyik több, jobb. Ilyen ez, na. Elől is van még kettő. Na mindegy. Szóval ilyen a kert most. Valami van, nincs, ami nincs. Mit akartam már ma? Ja, igen. Szedek össze almát, mert van még egy másik videó, ami készítés alatt áll. Nézzétek.
Nézed csak, Kevin, ha nézed ezt a videót. Ez a akármilyen sárga virág abból a magkeverékből nőtt ki, amit te adtál nekem. Gyönyörű szép virág, remélem, hogy nagyon gyönyörűen el fog itt szaporodni. A here is szépen virágzik. Hát így az év végére majd le lesz vágva, és akkor a heréből csinálok zöldtrágyát, de egyelőre hagyom, mert ameddig ez virágzik, addig itt a méheknek van mit enni. Aztán sávkába is meg honosodott most már. Na ezt nézzétek meg, a bolondot. De mit csinálsz itt, komám, he? Nézzétek. Lóbab, de mit keres ez itt? Itt vannak virágok. Nem tudom pontosan milyen virág, de azt tudom, hogy a Tibitől van, és magról vetettem. És ide kiültettem, de még tavasszal. De nem lett belőle semmi, vagyis hát ennyi lett a levelét, Tibi, hogyha megismered, akkor mondd meg, hogy mi volt ez, mert ez tőled van, ez biztos. Na jó van. Hát akkor ennyi volt a szeptemberi körképből. Hú, ott meg van egy jófajta családom bent. Nézzétek, oda mentem rá. Nem látok át szemvegnék ki. Ott vagy ott. Ajzé mögött van, ja. A fa mögött ott a család. Na mindegy. Szóval így nézünk ki. Hát lesz, ami lesz jövőre, lesz, ami nem lesz. Szóval biztosra tudom, hogy az a gizma, az, amit ennyit fut, az nem lesz ide bent. Vannak olyan terveim, hogy sokkal több dinnye lesz ide bent, uborkát fogok ide bent termelni, meg paradicsomot is, paprikát nem tudom, talán megint egy tövet úgy, mint az az egy tő, mert azért itt bent pirosodik, oda bent, odakint még egyetlen egy nem pirosodott be, ide bent legalább pirosodik, de ennyi fajta féle paprika nem lesz, csak ez a nagy fajta paprika lesz ide bent, meg talán egy sárga, az a magyar paprika, az a özön, az a sárga özön, vagy hogy hívják, mert azt szeretem nagyon az ízét, de hát paradicsomból sem lesz ennyi fajta, inkább csinálok kevesebbet fajtákból, az biztos, hogy ez a fajta lesz, ez a lengyel fajta, ebből 1-3-4 tövet idebent fogok csinálni, vagy nem is tudom, ez sokat termet, lehet, hogy 2 tő elég lesz, inkább odakint majd csinálok még neki. Ki tudja, az ildikó, meg az a másik, ezek mennek odakintre. Szóval kint lesznek ezek is, nem ide bent. Majd kiderül jövőre, hogy mi hogy lesz. Egyelőre még ez az év van, ezt az évet se zártuk le. Sok munka van, úgyhogy be is fejezem ezt a körképes videót, és csinálom a dolgomat. Talán szerencsénk lesz, és jövőre lesz virágja vagy termés ennek, és meg tudom nektek mutatni, hogy mi szépséget vetettem magról. Ez egy érdekesség, nagyon nem sokan ismerik, én se ismertem előtte tavaly télen, tudjátok, télen a kertész olvasgat, tanul, és akkor akadtam rá erre a növényre, és nagyon megtetszett azért is, mert gyönyörű szép virágja van, és még ráadásul a termése is van, amilyen málnaszerűség. Na, hát majd kiderül, mondottam, hogy mi lesz belőle. A földiepreknek örülök, mert ezek a földieprek nagy részbe azt hiszem a Zsoltitól meg az Attilától vannak szaporítva, és ezek most leszaporodtak, rengeteg sok hajtást hoztak, most már itt kint is nő. Ennek nagyon örülök, hogy ez sikerült, majd szép lassan át lesznek ültetve ezek is innen a francba az eredeti helyükre, hozni kell földet. Miért megkapom a Déna kártyámat, megyek a Dénába és hozok földet, és akkor mennek a helyükre. Nézzétek a vadparadicsom, vagy vadcitromot, ennek valami nem tetszik. Én nem tudom, hogy mi nem tetszik ennek itt nálam, de az első is kipusztult, nézzétek meg. Besárgult,
aztán most kezd zöldelni, lehet, hogy ez is trágya hiányos. Ez is kapott már trágyát, de hát én kérdeztem olyanoktól, akinek van otthon már nagyon nagy öreg fa, és azt mondta, hogy nem kell trágyázni, ez megél mindenhol. Hát persze, mindenhol megél, csak itt nálam nem akar megélni. Ez viszont nagyon aranyos, ez a kis virág. Na jó van, nem dumálok tovább, megyek a francba. Sziasztok, ennyi volt a körképből.